Hiányzó pedagógusok, nem vonzó a fiatalok számára a pedagógusi életpálya. Folyamatos a betakarítás, a megyében várhatóan mind a kukorica, mind a napraforgó termés elmarad az országos átlagtól. Bicikli adomány Kárpátaljára, közel 50 darab kerékpárt adományozott a Katolikus Karitász kárpátaljai magyar családoknak. Nem csak országosan, hanem megyei szinten is jelentős számú pedagógus hiányzik a köznevelésből és oktatásból. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A pedagógusok szakszervezete szerint az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy nem vonzó a fiatalok számára a pedagógusi életpálya. Ennek okai között azt látják, hogy jelenleg sok az ingázás, a túlóra, a dokumentáció és nem megfelelő a bérezés. A fiatal pedagógusok között magas a pályaelhagyók száma, miközben az elkövetkező 15 évben közel 70 ezer pedagógus mehet nyugdíjba, ami csak fokozhatja a nevelő és tanárhiányt a bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Na hát, milyen kalandba csöppentünk itt? Nebulóink a természet szépségeit tanárnőjük segítségével fedezik fel. Például a Furcifer Párdáliszt is. Ezzel az imásfilmmel próbálja népszerűsíteni a pedagógusi életpályát a pedagógusok szakszervezete. Jelenleg ugyanis egyre kevesebben választják ezt a hivatást, illetve sokan hagyják el a pályát. Fülöp Attila, a pedagógusok szakszervezetének megyei elnöke, a szervezet nyíregyházi tanévnyitó értekezletén elmondta, a bölcsődéktől a középiskolákig a feladatok ellátásában már a megyében is égető problémát jelent a megfelelő mennyiségű pedagógus hiánya. 22-26 óra között gyakorlatilag szórják a tanároknak a kötelező óráit, illetve ezen kívül ugye problémát jelent ugye a helyettesítéseknek a szakosként való ugye ellátottságának a hiánya, illetve problémája. Ugye óriási gondot jelent, hogy öregszik ugye gyakorlatilag a pedagógus társadalmunk, mind valamennyi szinten, tehát gondolok itt a dajkákra, ugye általános iskolai tanárokra, illetve középiskolában dolgozó akár műszaki tanárokra, szakoktatókra. A tanárok jelentős része 50 év feletti, így amint egy 160 ezer magyarországi pedagógusból a következő 15 évben akár 60-70 ezeren távozhatnak, ami már a tanárok több mint 40%-át jelenti. Ugyanakkor az utánpótlás kérdése nem megoldott, a pedagógus hallgatók 30%-a már az egyetemi évek alatt lemorzsolódik. Aztán jön a következő lépcsőfok, amikor kikerülnek és pályakezdékként elkezdenek tanítani, és szembesülnek azzal, hogy 2000 akárhány száz forinttal keresnek többet, mint mondjuk egy bármilyen más munkahelyen, ahol érettségével is el lehet végezni, vagy el lehet látni a feladatot. Tehát azt tudom mondani, hogy a gyakornokok bérével mindenképpen foglalkozni kell, mert a pálya nem tartja meg a fiatalokat. Az a tapasztalat, hogy 5 éven belül egy 40%-a a pályára kerülő fiataloknak elhagyja az iskolák, a köznevelési intézmények területét, és máshol keres boldogulást. Ugyanakkor nem csak a bérezés miatt hagyják el nagy számban a pedagógusi pályát, hanem a nagyfokú leterheltség is a kiemelt okok között szerepel. Itt olyan fajta felelősség jelenik meg, amikor egy tanterembe az ember bemegy, mert a jövő generációját képezzük, értéket kell átadni, és az a felelősség, amelyet megjelenik egy pedagógus vállán, miközben a tanárhiányból következő túlterhelés, az adminisztrációs adatszolgáltatásoknak az özöne, olyan plusz feladatokat ró a pedagógusokra, amelyek egyáltalán nem stabil, biztos, kiegyensúlyozott munkahelyet jelentenek számára, ezért keresik azt a megoldást, ahol könnyebben tudnak többet keresni. Szabó Zsuzsanna azt is elmondta, a pedagógusokat érintő problémák megoldása végett, már a közös munka érdekében felvették a kapcsolatot a különböző kormányzati és döntéshozó szervekkel, illetve a pedagógusok szakszervezete ezentúl részt vesz minden olyan rendezvényen, mely az oktatással és a pedagógusokkal foglalkozik. Október 1-től 4 díjkategóriában is változik a heti, vagyis a 10 napos autópálya matrica ára. A D1 személyautó és U, vagyis utánfutó kategóriában a matrica 2975 forintról 3500 forintra, D2 kategóriában 5950 forintról 7000 forintra, B2 busz kategóriában pedig 13385 forintról 15500 forintra emelkedik. A többi e-matrica típus, vagyis a havi, az éves és a megyei továbbra is változatlan áron érhető el.
A héten emelkednek az üzemanyagárak is, az emelés mértéke akár 5-8 forint is lehet literenként. Ennek oka, hogy közel 5%-kal emelkedett múlt héten az olaj ára, és a forint is gyengült a dollárral szemben, 1,5%-kal. Október 1-ével a jelzálog hitelekre vonatkozó szabályok is változtak. Az új 5 évnél rövidebb kamatperiódusú forint jelzálog hitelek felvétele esetén az adós havi törlesztő részleteinek összege nem haladhatja meg a rendszeres havi nettó jövedelem 25, illetve magasabb jövedelem esetén 30%-át. 5 évnél hosszabb, de 10 évnél rövidebb kamatperiódusú új forint jelzálog hitelek esetében az arány a rendszeres havi nettó jövedelem 35, illetve 40%-a lehet. A legalább 10 évre vagy a futamidő végéig fixált kamatozású forint jelzálog hiteleknél nem módosult a limit. A megyében várhatóan mind a kukorica, mind a napraforgó termés elmarad az országos átlagtól. Rácz Imre híradónak elmondta, a kukorica közel 30%-át, míg a napraforgó 90%-át takarították már be a gazdák. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke kiemelte, a vetésterületeknek a nyár elejé esőzések ugyan kedveztek, azonban július közepétől az aszályos időjárás elsősorban a megye déli területein jelentős terméskiesést eredményezett. Kukoricából az országban eddig a közel 900 ezer hektárnyi terület 13%-át takarították be. Az eredmények alapján hektáronként 7,6 tonna a termés átlag, ez jobb, mint a tavalyi átlag, ami 6,8 tonna volt. Az időjárás és a csapadék mennyiség miatt az idén is 7 millió tonna alatti kukoricatermésre lehet számolni. A napraforgó mintegy háromnegyedét már betakarították a 604 ezer hektárt kitevő területről. A termés átlag az idén a tavalyihoz hasonlóan hektáronként 3 tonnát tesz ki. Beslések szerint napraforgóból 1,8 millió tonnát takaríthatnak be a gazdák. Mindkét növény esetében jelentősen megoszlanak a termés átlagok az ország különböző részeiben. Sajnos mi most abban azok közé tartozunk, ahol az alacsonyabb szintet érjük el úgy napraforgóban is, vagy a kukoricában is várhatóan, bár itt még csak 30%-os betakarítottságnál vagyunk, de a napraforgó közelít a 90%-hoz a megyében, és a tavalyi 3,2 tonnás átlagtól most 2,9 körül vagyunk. Úgy tűnik, hogy a jó napraforgókat most takarítsák be, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a 3-at eléri, de ez is alatta marad a tavalyi átlagnak. A kukoricákra még június környékén a csapadékosabb időjárás vége felé vártunk egy 8,3 tonnát, ez sajnos most a 30%-os betakarításnál egy 6,4-nél tart, ami az országos átlagtól valóban elmarad. A júliustól jellemző aszályos időjárásnak köszönhetően a hektáronkénti termésátlagok a megye különböző vidékein nagy eltérést mutatnak. A csapadékmentes időszak viszont a minőségre nem volt rossz hatással. Hál' Istennek a napraforgónál a minőségbeli romlás nem következett be, sőt, talán a minősége jobb is a tavainál. A kukoricánál se tapasztalunk ilyen problémákat, inkább a délnyírség, a megyének a déli részén, ahol ez az aszályos időszak volt, ott nem ritka 3,5 tonna hektáronként, és ez talán ott fejegyarmatunk jeleztek százmázsás átlagokat is, ez rontja oda-vissza, ahol a nyáron voltak legalább két alkalommal 25 vagy 30 mm csapadékok, ott a százmázsa is előfordulhat a megyében is, de nagyon változók a térségekenként. Az aszályok Európa szerte jelentős terméskiesést okoztak, így bár hazánkban is kevesebb kukorica, illetve napraforgó termett, azonban a külföldi felhasználási szükségletek miatt komoly kereslet várható a magyar termények iránt. Az önkormányzatok a kormány mostoha gyermekei, fogalmazott Halmi József nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP megyei alelnöke szerint eddig is jelentős hátrányt szenvedtek el a helyi önkormányzatok, és vesztettek el több eddig hatáskörükbe tartozó feladatot. Mint mondta, a helyzetüket pedig a kormány jövőbeli szigorításai tovább ronthatják. Látjuk azokat a hatáskör elvonásokat, látjuk azt, hogy a járáshivatalt, amit alternatív ként az önkormányzatokkal szembe felállított és oda átvitt feladatokat, vagy látjuk a megye önkormányzat vagyonának elkobzását, és a vagyonának átjátszása magánkézbe,
látjuk azt, hogy feladatokat vett el, például oktatás, közben pedig az egyházaknak ezeket a feladatokat ellátja. Miért megbízhatóbb egy pap, mint egy polgármester? Látjuk azt, hogy mostoha gyerekként kezeli az önkormányzatokat, lásd, hogy a köztisztviselőknek nem emeli a bérét. Közel 50 darab kerékpárt adományozott a Katolikus Karitász kárpátaljai magyar családoknak, az elsősorban Gyertyán-ligetre érkező biciklikkel a külhoni magyarok mindennapjait szeretné segíteni a segélyszervezet. A településen ugyanis a rossz útviszonyok miatt csak igen nehezen lehet autóval közlekedni. A kerékpárokkal a Rákóczi Szövetség szervezésében fiatalok biciklisztek át a határon. Kerékpárokat rejtett a Karitász autójának csomagtere a határmenti Beregsurányban. A közel 50 darab biciklit a kárpátaljai Beregszászra és Gyertyán-ligetre vitte a segélyszervezet. Nem az első alkalom ez, amikor a Katolikus Karitász kerékpárokat ajándékoz Kárpátaljára, hiszen néhány hónappal ezelőtt Agnasz Latinára juttattunk el, illetve Visgre 50 darab kerékpárt. Németországból kaptuk ezeket, egy ottani adományozónk gyűjtötte össze, és a Katolikus Karitász szállította haza, illetve most pedig Kárpátaljára próbáljuk, ottani iskolás gyerekeknek, illetve felnőtteknek. A Karitász németországi szervezete személyes tapasztalatok alapján döntött az adománygyűjtés mellett. Nach meinem Eindruck, den ich mir in der Ukraine selbst verschafft. Az első benyomásaim alapján, amit Kárpátalján szereztem, az ottani magyar lakosságnak nagyon nagy segítségre van szüksége, ezért Németországban mindent megteszünk azért, hogy segélyszállítmányokat szervezhessünk számukra. A Rákóczi Szövetség évek óta szervez kirándulásokat magyarországi diákoknak Kárpátaljára. Most egy ilyen kirándulás keretében a fiatalok két keréken tekerve juttatták el a határ túloldalára az adományba szánt kerékpárokat. Tudható az, hogy Kárpátalján milyen a gazdasági helyzet, az embereknek napi megélhetési problémáik vannak, és sok kisebb-nagyobb településen élő kárpátaljai embernek ezek a biciklik nagyban fognak abban segíteni, hogy el tudjon jutni egy orvosi rendelőig, az egyik településről a másikra jusson. A Karitász a kerékpárok mellett Nagyszülősön orvosmisszióval is segíti a kárpátaljai magyarokat. Idén 13. alkalommal csatlakozott a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz. Ennek keretében 187 településen közel 200 program várja majd az érdeklődőket. Ahogy az elmúlt három évben, idén is a Nemzeti Kulturális Alap biztosította a programok megvalósítását. Az Országos Könyvtári Napok évről évre egyre népszerűbb programsorozat. Ez lehetőséget ad arra, hogy a könyvtárak megmutassák a sokszínűségüket és az új szolgáltatásaikat. A 21. századi könyvtár értékeket közvetít, inspirációt nyújt a kutatásokhoz és a tanuláshoz, mindezt élménygazdag módszerekkel. Ezért október 1-e és 7-e között közel 200 program várja majd az érdeklődőket. Valóban nagyon zsúfolt és valóban nagyon színes programoknak lesz helyszíne a könyvtár, mert egy megyei hatókorú könyvtár és nyilvános könyvtárról lévén szó. Mindenki számára nyit vár, különösen ezen a héten. Miért fontos? Több szempontból is meg lehet ezt közelíteni. Egyrészt a szlogenje, a küldetése, ami most kíséri ezeket a rendezvényeket, a családok éve van 2018-ban. Nagyon fontos számunkra az, hogy a családok valamennyi tagját meg lehessen szólítani a rendezvények által. A másik fontos tematikája a programoknak, hogy 2018 a Kulturális Örökség Európai Éve is. A kezdeményezés célja, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális örökségét, nem csak elméleti formában, hanem több esetben gyakorlati programokkal is. Úgy gondolom, hogy a könyves vasárnap tart a legnagyobb érdeklődésre számot, elsősorban, mert vendégünk lesz Lukács Sándor, érdemes művész, másodszorban a Szabolcs Tánc Együttes nyitja meg a könyves vasárnapot 9 órától, ekkor értékeljük a könyvtári hűséget, értékeljük és jutalmazzuk a legidősebb, legfiatalabb, a legtöbbet kölcsönzött, legtöbbet olvasott. A könyvtár fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az itt végzett munka elismeréseképpen két különleges fotót kapott ajándékba az intézmény. Szenvedélyem a fotózást, a város szépségének a bemutatását, tehát az utcák, terek, emléktáblák, városképek készítése. Két képemet adományoztam a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárnak. Az egyik 1975-ben készült, és az akkori állapotot tükrözi. A mostani pedig a 2009-ben készítettem. Ez a felvétel a
megújult, megszépülő könyvtár mostani állapotát mutatja be. Az országos könyvtári napok keretében hosszabbított nyitvatartással, ingyenes beiratkozással és amnestiával várja az érdeklődőket a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár október 1-e és 7-e között. Több mint 156 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak a kölcsei járőrök egy mikrobusz rakterében. A határrendészet járőrei Vásárosnaminbel területén állítottak meg egy ukrán kis buszt, amelyet egy ukrán-magyar állampolgár vezetett. Az autó okmányairól kiderült, hogy hamisak. A raktér átvizsgálása során pedig mintegy 156.500 doboz zárjegy nélküli cigit találtak a járőrök. Az egyenruhások a két férfit a 175 millió forintot meghaladó értékű dohányáruval együtt átadták a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak. Vereséget szenvedett Debrecenben a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek horvát góljával megszerezték ugyan a vezetést, de a hazaiak a második félidőben 3 gólt lőttek, így 3-1-re megnyerték a találkozót. A tabellán 10. helyen álló kisvárda szombaton Pakson lép pályára. A 4 veretlen találkozóval a háta mögött érkező kisvárda a 9. percben megszerezte a vezetést az 5 nyeretlen meccses szériában lévő Debrecen otthonában, Protics baloldali beadását horvát lőtte a kapuba. A folytatásban átvette az irányítást a házigazda, de az első félidőben nem esett több gól. Az 55. percben egyenlített a Loki, Bódi középre tekert labdáját Takás fejelte a bal alsó sarokba. 10 perc múlva már vezettek a hazaiak, Bódi szabadrugása létszről vágódott vissza, a kipattanót pedig Barna fejelte Felipe kapujába. A 84. percben eldőlt a mérkőzés, Könyves ugratta ki Takácsot, aki a 16-oson belülre érve előtte a labdát a kisvárdai kapus mellett, beállítva a 3-1-es végeredményt. Egy szép támadás végén megszereztük a vezetést, és onnantól kezdve teljesen érthetetlen módon valami miatt visszahúzottunk, nem ez volt megbeszélve, és átadtuk a területet a hazaiaknak, a hazaiak kezdeményeztek, lehetőségeik is voltak, még az első fél időt megúsztuk, fél időben elmondtam, hogy ha ez így megy tovább, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz, megpróbáltuk elmondani, hogy mind kellene javítani, azt mondom, hogy ma ez nem sikerült. Nem biztos, hogy túl jó állapotban voltunk ma, nem tudom, hogy ezt a két hetet ismét, illetve hát egy kupamérkőzéssel közben, két hét bajnoki szünetet jól használtuk-e ki. A csapatomat nem láttam olyan állapotban, sőt egy picit azt mondom, hogy visszafogottam, majd nem időnként egy picit gyávában futballoztunk. Eddig ez nem volt ránk jellemző az utóbbi hetekben, úgyhogy a hazaiak győzelme megérdemelt. A hazaiak vezetőedzője Herceg András szerint a játék képe és a helyzetek alapján megérdemelt debreceni győzelem született. Egy kicsit kényelmesen kezdtük a mérkőzést, szinte elmondhatom úgy is, hogy egy kicsit elaltattuk saját magunkat, de véleményem szerint ebben az időszakban és az első játékrészben is jobban játszottunk, mint az ellenfelünk. A kisvárda valóban volt egy szép támadás, ami góllal fejezett be, de azt gondolom, hogy mi irányítottuk a mérkőzést. A másik félben még tudtuk fokozni a nyomást, azt gondolom, hogy nagyon sok jó támadásunk volt, és megérdemelten nyertük meg véleményem szerint ezt a mérkőzést. A 9. forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Budapest Honvéd 1-0, Szombathely Paks 1-2, MTK Budapest Mezőkövesd 2-2, Ferencváros Újpest 1-0 és Diósgyőr Molvidi FC 0-1. A tabella élén a 23 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 16 pontos Honvédot. A 8 pontos Kisvárda 10. helyen várja szombati paksi vendégjátékát. Győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttes az amatőr NB1 piros csoportjának nyitófordulójában a Peac Pécs Pingvinek csapatát fogadta, és a vendégek 71-68-as vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. Az átszervezést követően 14 csapat került az amatőr NB1 erősebb piros csoportjába, amelynek nyitófordulójában a Peac Pécs Pingvinek együttesét fogadta az NKS. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első két negyedben végigvezettek a nyíregyháziak, akik 10 pontos előnnyel mehettek a nagy szünetre. A harmadik negyedben ledolgozta hátrányát a Pécs, így az utolsó 10 perc előtt teljesen nyílt volt a mérkőzés. A záró szakaszban felváltva vezettek a csapatok, a végjáték azonban a házigazdának sikerült jobban, így Farkasinszki Gyuláni együttese 3 pontos győzelemmel kezdte a bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat mára igencsak összeszedetten egy csapatként küzdött és hajtott ez a
ezen a mérkőzésen. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert ugye hol fönt, hol lent, tehát azért igencsak össze-vissza kosárlabdáztunk, de úgy gondolom, hogy összeszedték magukat, küzdöttek egymásért, küzdöttek a csapatért. Próbáltunk ugye mindenféle fajta védekezést megnézni, hogy hátha jobban működik. Végül is maradtunk az emberfogásnál, mert talán még mindig az volt az, ami legösszeszedettebb volt. Hiányolom azt, hogy még azért kinti dobásaink sokkal több kellene, hogy legyen. Ugye azért az előző években azért jellemző volt ránk, hogy megvoltak a kinti dobásaink is, nem csak a palánk alatti játék. Most inkább a palánk alatti játék volt az, ami dominált, és kevésbé a kinti dobások. De hát van mit gyakorolnunk, van mire hajtani, van mire gyúrni, és nem ez a következőkben ez azért egészen másként fog már működni. A hazaiak legrutinosabb játékos, a Farkasinszky Orsolya a győzelem mellett annak is örült, hogy fiatalabb csapattársai nem ijedtek meg a pécsiek kemény játékától. Egy kicsit a sportszerűzlenség határán játszott már azt gondolom ez a pécsi együttes, de már mi sem vagyunk olyan puhányok, mint évekkel ezelőtt. Hát a vége egy kicsit verekedős a sikerült, de nagyon örülök neki, hogy győzelemmel tudtuk befejezni ezt a találkozót. Ennél többet én nem hiszem, hogy szerethetne az ember. Még a fél időben 10 pont volt közte, ez sajnos a harmadik negyedben egy kicsit lentebb adtuk, de a végjátékra meglett, ebből látszik, hogy azért valami csak jól csinálunk. A nyíregyházi kosársuli a következő fordulóban vasárnap Budapesten a csatadíjas otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Nem vonzó a fiatalok számára a pedagógusi életpálya, ezért évről évre egyre többen hiányoznak a köznevelésből. A fiatal pedagógusok között magas a pályaelhagyók száma, miközben az elkövetkező 15 évben közel 70 ezer pedagógus mehet nyugdíjba, ami csak fokozhatja a nevelő és tanárhiányt a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban egyaránt. A kukorica közel 30%-át, míg a napraforgó 90%-át betakarították a gazdák. Az eddigi eredményekből az látszik, hogy a megyében várhatóan mind a kukorica, mind a napraforgó termés elmarad az országos átlagtól. A vetésterületeken a nyár elejé esőzések ugyan kedvezőek voltak, azonban július közepétől az aszályos időjárás elsősorban a megye déli területein jelentős terméskiesést eredményezett. Közel 50 darab kerékpár érkezett magyar családokhoz a kárpátaljai Gyertyán-ligetre, amelyekkel a katolikus karitász a helyiek mindennapjait szeretné segíteni. A településen ugyanis a rossz útviszonyok miatt csak igen nehezen lehet autóval közlekedni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 1-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon megtalálják. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Nyugat felől újabb gyenge hideg front érkezik, de számottevő csapadékot és változást nem hoz térségünkbe. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég, kisebb eső, zápor is előfordulhat. A délkeleti szél, majd az északira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd késő délutántól csökken a felhőzet, eső, zápor valószínű. Az északnyugati, majd az északira forduló szél helyenként megélénkül. Délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban a változóan felhős ég mellett hosszabb, rövidebb napsütésre mindenütt számítani lehet. Kedden, szerdán, illetve a hétvégén helyenként előfordulhat záporeső. Csütörtökön, pénteken nem valószínű csapadék, ezeken a napokon erősebb lesz az éjszakai lehűlés.